Amikor Katalin hercegné bekerült a királyi családba, nem lehetett számára egyszerű a beilleszkedés, hiszen nem nemesi családból jött, ráadásul a sok protokoll szabályt sem ismerhette. Az pedig már csak hebb volt a tortán, hogy Vilmos herceg családtagjaival is megkedveltesse magát. Az esküvő óta persze már több év telt el, de a testbeszéd szakértők a mai napig elemzik, hogy Katalinnal hogyan is viselkednek a királyi családtagjai. Ilyen a kapcsolata Fülöp herceggel. Judy James az Express nevű angol lapnak elárulta, hogy Vilmos herceg nagyapja hányadán is áll mindenki kedvenc hercegnéjével. A protokoll rendezvényeken készült felvételeket elemezte, melyeken bizony, kiszúrt néhány beszédes és meglepő jelet. Az egyik az volt, hogy hiába a nagykor különbség a két előkelőség között, nagyon jól kijönnek egymással, még a királyi család többi tagja az erkélyen néma csendben figyelt, Katalin és Fülöp bájosan csevegtek és nevetgéltek. Ezek a vidám jelenetek arra utalnak, hogy egy meglepően mély kötődés alakult ki Katalin és Fülöp herceg között, magyarázta a szakértő, aki szerint az említett családtagok bizony, sokat viccelődhetnek egymással. Azt is kiszúrta a szakértő, hogy Katalin vérbeli profizmussal óvta maga előtt a gyerekeit, de emellett szinte 100%-osan a hercegre terelődött a figyelme, ráadásul óriási mosollyal hallgatta, amit Vilmos herceg nagyapja mondott neki. Szerinte ez a mosoly teljesen őszinte, nincs mögötte semmi művi, így bármit is mondhatott Fülöp herceg Katalinnak, az biztosan nagyon tetszett a hercegnének.